festi zöldre, és utána pedig a csillár pedig arra a színre. Művészetterápiás foglalkozáson gyógyulnak a betegek a Sánta Kálmán szakkórházban Nagykállóban. A hét minden napján agyagoznak, az alkotás érzése jót tesz a beteg lelkének, és a foglalkozások rendszerességet visznek életükbe. Jönnek reggel, és akkor tudják, hogy munkaidő, eddig vagyunk, megint jövünk, mikor jövünk megint. Tehát őnekik egy ilyen munkaidő dolog ez. Úgyhogy ezért jó a kerámia műhely, mert nagyon sokféle betegségre, nagyon sokféle problémára megoldást nyújt, és nagyon élvezik. A pszichiátriai ellátás összetett a gyógyszeres terápiák mellett a pszichológiai és a szociális segítségnyújtásra is törekszik. A betegek gyógyulásában a család támogató szerepe pedig nélkülözhetetlen. A kórházban sok a depressziós beteg, a szorongók, a szenvedélybetegek száma és a tartós munkahelyi stressz okozta betegségek előfordulása is növekszik. Nagyon sok munkahelyen lényegesen nagyobb követelményeket támasztanak már a dolgozók felé, mint korábban. Nagyon sok a kihívás, mindenkinek fejlődni kell, újat megtanulni, új rendszereket. Ezt nem biztos, hogy mindenki nagyon könnyen tudja venni. A modern kor betegségei mellett a klasszikus betegségek, mint az öregkori demencia, a skizofrénia is gyakran előfordulnak. A Nagykállói intézmény idén 120 éves. A múlt század közepéből való korrajzokat mutatja Bánki M. Csaba professzor, aki 42 évet dolgozott itt. Nagyon modern munka folyt régen, mert ha megnézzük ugyanabból a korból, például a lipót, már nincs szegény, ugyanilyen korrajz gyűjteményét, abban olyan diagnózisok is vannak, amit itt már. A professzor szerint a pszichiátria fejlődésének köszönhetően ma már korai stádiumban gyógyítják a betegeket, nem úgy, mint 50-60 évvel ezelőtt. 100 betegből 98 nem akart jönni. Erővel hozták, sokszor összekötözve, összebilincselve, családtagok, rendőrök, nagy kíséret, betegek rukkapáltak, tiltakoztak, sikoltoztak. Hol van ma már ilyen? Hála Istennek. Hát ez az elmúlt 40, valójában körülbelül 60 év a pszichiátria történetében, amióta egyáltalán hatékony eszközeink vannak. Értem ez alatt a gyógyszereket, értem ez alatt a modern pszichoterápiát is. A Nagykállói Kórház az ország egyik legforgalmasabb pszichiátriája, évente 7-8 ezer fekvő beteget lát el.